Már az utolsó simítások zajlanak az IJASZ világbajnokság sötét völgyi pályáinak kialakításánál. A versenyzők itt már vasárnaptól gyakorolhatnak majd, a verseny pedig hétfőn kezdődik. 12 országból 550 nevezés érkezett, ők mintegy 600 élethű célra lőnek majd. Ezt a 4 pályát fogjuk használni, és ezt követően az egyéni kvalifikációs verseny lezárul, kialakulnak a sorrendek, kialakul a ranglista, az első 6 versenyző jut a 6-os döntőbe. A csapat és az egyéni döntőkre is Szekszárdon, a városi futballpályán kerül majd sor jövő hétvégén. Péntek délután kerülhetnek a csapatdöntőbe, amit az egyéni döntőhöz hasonlóan Szekszárdon a stadionban rendezünk meg, délután 4 órakor pénteken, szombaton az egyénit pedig reggel 8-tól délután 3-ig. A világbajnokságot a Magyar IJASZ Szövetség rendezi, de a Szekszárdi Sportközpont munkatársai is segítenek nekik, amiben csak tudnak. Például ingyen ajánlották fel a városi futballpályát, valamint több más létesítményüket is használhatják a versenyzők. Sőt, még a szurkolókra is gondoltak, ezt néhány napja nyilatkozta a sportközpont ügyvezetője. A labdarúgó stadionunk és a kisegítő öltözők nagyon szép állapotban vannak. Úgy gondolom, hogy maga a verseny nagyon izgalmas lesz. Lesz egy óriás letfalunk, ahol lehet folyamatosan követni az eredményeket. Ugye nagyon sok szeretettel várjuk a szurkolókat. A versenyzők kísérőivel együtt nagyjából 800 fő érkezik 8 napra Szekszárdra. Ez komoly turisztikai lehetőség a megyei jogú város alpolgármestere szerint, aki azt mondta, ő is folyamatosan egyeztetett az illetékes hatóságokkal, hogy minden rendben menjen majd. Sőt, a város több millió forintot fel is ajánlott a szervezésre. 5 millió forinttal támogatja a város a rendezvényt, és annyit szeretnék még elmondani, hogy mi külön kéréssel fordultunk a rendőrséghez, a közterületfelügyelőkhöz és a polgári őrséghöz. Az IJASZ világbajnokság látványos megnyitóval veszi majd kezdetét augusztus 9-én, délután 6 órakor a Szekszárdi Béla király téren.